Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 28-án csütörtök este a Körzeti Televízió Tata napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Átadták a napelemparkot Alsóvadácson. Megőrzik az utókornak a naszái Kovács Mesterházat. Az ütemtervnek megfelelően haladt a TEN az újhegyi bölcsöde építése. Egy mondatos fotóesszék a Bánhidai Kisgalériában. Magyar motívumokkal díszítették a tököt Tardoson. Elkészült az Alsóvadácsi Panzió és Turisztikai Fogadópont energiaellátását biztosító beruházás. Az újonnan létesített napelempark a Süttői erdőterület szívében helyezkedik el. A beruházás az Agrárminisztérium támogatásából és a település saját forrásaiból valósult meg. Az Alsóvadácson létesült intézményi napelempark a jövőben az Alsóvadácsi Panzió és Turisztikai Központot, valamint a hozzátartozó kiszolgáló épületek és létesítmények villamos energiaigényét fogja kiszolgálni. A fejlesztéshez az Agrárminisztérium 15 millió forint támogatást biztosított, amelyet a Budapesti Erdőgazdaság ZRT saját forrással egészített ki. Magyarország kormánya elkötelezett a fenntartható jövő érdekében végzett fejlesztések mellett, és ezért az Agrárminisztérium, mint a Budapesti Erdőgazdaság tulajdonosi joggyakorlója, támogatást adott arra, hogy ez a napelő műpark megvalósuljon, és mellette még az erdőgazdaság saját forrásából is hozzátett, és így aztán meg tudott valósulni ez a 31 millió forint értékű beruházás, amellyel azt sikerült elérni, hogy ez az Alsóvadácsi turistaház, ami itt van tőlünk nem messze, és a környező kiszolgáló épületek fenntartható energiából, napenergiából tartják fönn magukat, ezzel működnek, és ezzel is a jövőt fogják majd szolgálni. Az állami erdőgazdaságok folyamatos fejlesztéseikkel azt a célt erősítik, hogy a természeti erőforrásokkal felelősen és fenntartható módon kell gazdálkodni. Azt hiszem, hogy itt az erdőgazdaságnak az elkötelezettségét bizonyítja, és a kormányzatét is, hiszen hallottuk, hogy a felét azt az Agrárminisztérium finanszírozta a beruházásnak, a másik felét saját összegből finanszírozta meg az erdőgazdaság. Tehát pályázatok nélkül is folynak ezek a beruházások. Környezetvédelmi oldalát nyilván mindenki ismeri, nem égetünk el semmit, mégis van villamos energiánk, ezzel lehet a környező épületek energiaellátását biztosítani, és egyfajta szemléletre nevelést is segít. Ha mondhatjuk azt, hogy nekik a turistaház kell és a szálláshely, az csak egy bónusz, hogy akkor napelemmel tudjuk itt az energiaellátást pótolni. Talán még nincs olyan szinten a tudatosság, hogy egy turista úgy válassza ki a szálláshelyet, hogy vajon az energiaellátásra, az egy gáztüzelésű erőműből származik, vagy egy napelemparkból, de reméljük ezt a szintet is el fogjuk majd érni. Az Alsóvadácsi Panzió és Turisztikai Centrum a Gerecse és a főváros környéki erdők mellett kínál színvonalas kikapcsolódási lehetőséget. Évtizedek alatt újították fel a közel 500 éves vízimalmot Naszájon. A Malomliget festői környezetben korhű hangulatban berendezett épület együttesekkel várja látogatókat. Most a vidékfejlesztési programnak köszönhetően majdnem az eredeti állapotában sikerült megőrizni a Kovács Mesterházat. A Kovács Mesterségek háza több mint 150 éves múltra tekint vissza. Az utolsó szakember körülbelül 50 évvel ezelőtt élt. Magát az épületet és a körülötte lévő udvar részt 2018-ban kezdték el renoválni. A Kovács Mesterház a Rákóczi út 160-ban található, de szomszédos a Malomligetünkkel. Egy kiegészítő látványosság, turisztikai lehetőség, ugye egy Kovács Mesterháznak a bemutatása, hogy hogyan élt maga a család, és hogyan végezték ott a Kovács Mester munkát. Segítség volt, hogy egy vidékfejlesztési program keretében a Kovács Mesterháza Fényes Patak partján című pályázati anyagot összeállíthattuk, és sikerült megnyerni is. Tehát ez is lendületet adott ennek a munkának. A ház felépítése a Kárpát-medencében régen nagyon elterjedt volt. Három részből állt, egy tiszta szoba, egy kamra konyhával és egy lakószoba. Maga az épület a népi építészet csodálatos formáit őrzi. A Kisalföld és Dunamente tájegység építészetét látta
láthatjuk a formákon. A mögötte, a ház mögött az istálló pajták helyezkedtek el, valamint a udvar másik oldalán volt a kovácsmester műhely. Ennek is a körvonalait olyan méretében megtaláltuk, hogy vissza tudjuk beleállítani, még ez is befejezésre vár. Valamint a nyári konyha, ami egy alápincézett építmény, azt is korhűen tervezzük visszaállítani. Maga ez az értékmegőrző felújítás talán jó példa arra, hogy meg lehet menteni a régi értékeket. Az épület renoválása jelenleg is zajlik, hiszen a homlokzat, a tető és a kémények felújítása után a belső tér megújulására is szükség van. 36 kisgyermek napközbeni ellátását szolgálja majd az épülő bölcsöde a Tatai Nádas utcában. Az építkezés elérte legmagasabb pontját, így október 27-én a Bokréta ünnepet tarthatta a közösség. A beruházással nem csak egy új intézménnyel gazdagodik Újhegy, a tervek szerint a városrész központja lesz az épület és környéke. Elérte legmagasabb pontját az építkezés a Nádas utcában. Állnak az új bölcsöde falai, kész a tetőszerkezet és a villanyszerelési munkálatok is megkezdődtek. A hiánypótló beruházás alapkövét még májusban tették le, az intézmény a Csillagsziget bölcsöde új telephelyeként működik majd. A kivitelezési munkálatok várhatóan tavaszra befejeződnek. Jelenleg a tető befejezését lehet látni, a cserepezést kezdtük el most a napokban, remélhetőleg jövő hét közepére be tudjuk fejezni, és maradnak a belső munkák. Teljesen meg vagyok elégedve vele, a kollégáim nagyon jó munkát végeznek. Már a bejárás során, hogyha valaki körbenéz, lehet látni ezt a nem tipikusan bölcsődei felosztást. Nagyon ügyesen megtervezték a kettős funkciót, és ezt reméljük jól el fogja látni. Az épület nem csak a kisgyermekek napközbeni ellátását hivatott szolgálni. A tervek szerint a környék életében központi találkozási pontként is szolgálhat. Sportfejlesztést is megvalósíthatnak a területen, és az önkormányzat további 14 közművesített telket is kijelöl a közelben, ahová fiatal családokat vagy akár szolgáltatókat várnak. Változás történik egy település részen, ott fejlődés elindul, akkor az soha nem áll meg magába. Mindig gerjeszti a további fejlődést. Talán a többi település részében mindenütt vannak olyan helyek, ami mondható, hogy egy gyülekező hely, közösségi hely, központi hely. Újhegy még nem rendelkezett ilyennel. A munkálatok befejeztével egy eszközbeszerzést is lebonyolít az önkormányzat, így várhatóan szeptemberre már teljes felszereltséggel fogadhatja az épület a legkisebbeket. Létformák címmel nyílt kiállítás Dallos István fotóművész alkotásaiból a Puskin Művelődési Ház Bánhidai Kis Galériájában. Az alkotó 20 képe egészen hétköznapi modellekkel hívja különleges belső utazásra a nézőt. 20 kép, 19 mondat. Dallos István fotóművész a bennünket körülvevő világot, a tájat láttatja legújabb kiállításában, amely a Bánhidai Kis Galériában nyílt. Az egymondatos fotóesszék a címekkel teljesen új kontextust teremtenek. Végül is ez a galéria kicsike, és én amikor először megnéztem, úgy gondoltam, hogy hát 15 nagyobb méretű kép, az úgy szűken, de kifér. És akkor elkezdtem rakosgatni az anyagot, és akkor megállapítottam, hogy hát nem bírom 15-re leszűkíteni, mert ezek számomra mind fontos, jelentős tartalma bíró képek, és egymásra mutatnak. Tehát összefüggésben vannak egymásra, egy kontextus teremtenek. Szóval ezt úgy is mondhatnám, hogy ez egy egymondatos fotóesszé. A képek magyarázzák a képeket. Végül is 20 kép lett belőle. De ez is egy ilyen kicsit szűkre vett keresztmetszet. Ha címeket összeolvas az ember, és egy kicsit átalakítja, akkor kijön belőle egy mondat. És azért is létformák, mert hogy a fotográfiának az egyik legfontosabb jellemzője az újrateremtés. Tehát a folyamatos, és ez a lényeges, hogy folyamatos újrateremtés. A kép akkor él, amikor a néző szembe áll vele. Újrateremti azt az értelmezést, azt a megfogalmazást, amit én megcsináltam akkor, amikor exponáltam. Gyakorlatilag azzal hasonlattal lehet élni, hogy
mint amikor a nap felkel reggel, újra teremti a világot, újra teremti a napot nekünk. A másik létforma az pedig a tükörmód, hogy a fotográfiák egyfajta tükröt jelentenek. A valósággal való viszony, amiben ez a tükör metafora a legfontosabb. A Létformák című kiállítást november 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Puski Művelődési Házban. Tardos község önkormányzata ismét tökfaragást hirdetett a gyerekek részére a közösségi házban. A helyi iskolások különféle motivumokat készítettek a tökökre, Dallos Zsigmond Krisztina segítségével. Egy hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választó vonal az élők és a holtak világa között. Az elkárhozott lelkek addig barangolnak, amíg meg nem találják egykori lakhelyüket és megpróbálnak visszatérni az élők világába. A töklámpás faragást leggyakrabban az amerikai Halloween ünnepéhez kötik, pedig Magyarországon is régi hagyomány. A tardosi tökfaragáson erről is mesélt az iskolásoknak Dallos Zsigmond Krisztina. Ez még az Árpád korhoz vezethető vissza, 1081-ben volt. Salamon királyunkat kellett, ő neki volt ez a történet, ahogy onnan kezdődött. Innen is jön az, hogy világít, mint Salamon töke. Megpróbálta László királyunkat lelökni a trónról, és ezért László király bezárta őt a visegrádi várba, de tökkel, világító tökkel kellett, hogy lássák, hogy nehogy megszökjön a toronyból. És innen jön az idézet is, de ez egyúttal ezek a tökök világítók voltak a Duna folyóra, hogy a hajósok tudjanak közlekedni a Dunán. Az iskolások különböző motivumokat faragtak, a kisebbeknek még a szülők is segítettek alkotásaik megvalósításában. Ha megérkeznek, akkor egyből, vagyis szoktunk egy kis történetet mesélni, hogy inkább nem is a Halloween szeretnénk, hanem a magyar hagyományos tökfaragást, és utána előveszik az eszközeiket, és elkezdik faragni. Kiszedik először a magokat, majd utána így az oldalán, amit kitaláltak, akkor azokat meg elkészítik. Megrajzolják rá, és úgy próbálják kifarigcsálni. Utána mécset szoktunk adni nekik, egyenként lefotózzuk őket, így fénynél, majd a tökökkel együtt, persze a műveikkel, és utána meg ahogy egy csoportos képet készítünk róluk fénynél is, és sötétben is, hogy mennyire világítak, mennyire félelmetesek vagy szépek ezek a tökök. Tavaly sajnos interneten kellett így megszerveznünk az a Covid véget. Hát eddig voltak boszorkányok, akkor voltak farkasok, meg így a jó, a hagyományos kis halloween-szerű tökfaragások is voltak, de láttunk olyat, hogy UFO, akkor nem, macskákat is, úgyhogy egeret, úgyhogy nagyon ügyesek a gyerekek itt, nagyon kreatívak. Dunaalmás község felhívja a lakosság figyelmét, hogy a következő napokban a Vöröskőalja út és a Pirító utca kereszteződéstől felfelé az ivóvíz hálózat kiépítése miatt forgalomkorlátozásra kell számítani október 29-én pénteken 8 és 3 óra között. Az esetleges fennakadások miatt a lakosság türelmét és megértését kérik. Várja az érdeklődőket Oroszlányban a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár október 29-én pénteken 4 órától a Tök jó nap című rendezvényére. A programok közt szerepel rajzverseny, jelmezes felvonulás és persze tökfaragás. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit az intézmény információs pultjánál jelezhetnek nyitvatartási időben. Következzenek csütörtök esti híreink még egyszer, röviden. Átadták a napelemparkot Alsóvadácson. Megőrzik az utókornak a naszályi Kovács mesterházat. Az ütemtervnek megfelelően haladt a TEN az újhegyi bölcsöde építése. Egy mondatos fotóesszék a Bánhidai Kisgalériában. Magyar motívumokkal díszítették a tököt Tardoson. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 28-án csütörtök este a Körzeti Televízió Tata napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemle műsorunk következik, majd magazin műsorunkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!